Itt zümög valami a fejem körül. Először is mutasd meg, hogy milyen kártyázatos környezetben lakunk. Egyszerűen eszméletlen szép. Égig érnek a fenyőfák. Még virágoznak a fák, gyümölcsfák. A meccsfák virágoznak most egyébként intenzíven. A szilva már levirágzott. Ez a cigány megy, ez is sajnos levirágzott. Ez egy pompázatos nagy rózsaszín fa volt még pár nappal ezelőtt. És illatos a levegő. Virágillat van. Fantasztikus. Pesten kiszáll az ember az autóból, akkor kutyaszarszagot tud magába inhalálni. Itt viszont töményvirágillat van. És ebben az utcában, ezen a szakaszon, jó hosszú szakaszon legalábbis, nincs senki rajtunk kívül ezekben a házakban, de nem sokára lesz. Úgyhogy most mi meg tudjuk mutatni, hogy milyen kérók vannak közvetlen környezetünkben. Ezt például nagyon ritkán használják. Én egy évben, nyaranta egyszer-kétszer látom itt kint a tulajdonosokat. Takarítani jönnek ki. Takarítani, füvet nyírni, ilyesmi. De hát ez a fű például le van vágva, tehát ezt valakivel már levágatták. Ő szokta. Aha, igen, igen. Hát jó kis kérő egyébként, van garázsa. Meg viszonylag nagynak néz ki. Azt sose értettem, hogy miért csinálnak ekkora alapterületű teraszt fedetlenül. Tehát ez még egy szoba. Én simán befedném, főleg egy ilyen falusi környezetben, ahol van udvar, és simán van hely kiülni. Ezt nem értem. Hát ez az egész rosszul lett megtervezve. De van egy kis padlás, biztos van padlás szoba is, úgyhogy jó, jó, nagyon jó. Hát ez, bár nagyobb, sokkal nem lehet, mint a garázsnak nincs értelme például ilyen környezetben. Tehát mindenki megjön, kint áll a ház előtt az autója. Most érted, évente egyszer jön, miért akar beállni? Tehát mindig ez a biztonság, hogy minél nagyobb biztonságban legyen. Jó, hát nem baj, ez mindenkinek a maga dolga. Persze. Na, ez például, és csak így kezdődik, hogy aranyvesző, aranyág? És ez az aranyvesző. És aztán ott van az a bugyikék zuhanyzó fülke, hordóval a tetőn. Nagyon fazon. Az. Mert köze nincsen a mi náddal borított régi zuhanyzónknak. Hoz? Tőlnak. Valamelyik jó lesz, osszátok be magatoknak. Markos nádas kabaré. És eladó. Egyébként rengeteg eladó ház van. Halnak ki a tulajdonosok. Szerintem ez is eladó már azóta, hogy mi itt vagyunk. Igen. Meg az a... Melyik? Ja, ez egy szembe. Ez is eladó. Ez mekkora szivacs, hogy csinálnak egy ilyen rózsa kerítést, ilyen boltívást. Lugas, nem? Vagy minek hívja? Lugas. Beültették a két oldalához a rózsát, meg középre. Melyik él? A középső. Sosem fog föl. De az nem málna? Vagy valami hát ceder? Rózsa az. Ja, látom, tövises. Igen, futóról. Csak a miénk az normális. De mit hagytak ott abba a kék zacskóba? Hát nem tudom, lehet, hogy uzonnát. Hát a macskáknak kikezdték volna. Na, ja, ott szóval jó kocsi, de... Így van, igen, ezt én is vidom. Szőrőlugassal. Ilyen volt nekünk Kulcson. Aha, igen, de ez fazon. Ez jó. Na jó, hát ez nem túl érdekes. Nem, ez ilyen igazi kis... De legalább nem az a faház. És teli van virágzó fákkal. Egyszerűen. Melyik? Kártyázatos. Mögötte nézzük. Ja, értem, nézzük, értem. Nézzük már meg még az Anniét. Ez mondjuk nagy. Ez egy szép nagy ház, igen. Nagy. De neki egyedül nagy. Nagyon rendben van, de... Hát Anni nagyon alapos. Igen. Na, itt meg pedáns. Akkor is eladó volt, amikor mi a miénket vettük. Hát ezt egyáltalán nem használják. 9. éve kutya nem nézi meg ezt a házat, pedig nem tűnik egyébként rossznak. Andris szokta vágni a füvet például náluk. Például az a vakolat omlás annak idején még nem volt. Persze. Hát ázik. Gyere közelebb, egy picit mutatok valamit. Hí, valaki Szofia négyszív, nézd csak. Mennyi lóhere. Bodorka. Bodorka. Igen. Keressünk szerencsére. Ez nem lóhere. Vagy az. Bodorka. Na, valaki Szofia négyszív. Életemben nem hallottam. Én nem szeretem, hogyha valaki így eldobálja a papírt. Össze szoktam bodorka szedni mindig, ezt elviszem. Hát nyugodtan. Persze, elrakom. Fújok ejtőernyőseket. Na. És igen, itt jönnek. Ja, igen, hőlégballonosok voltak ma reggel. Négy. Igen, az tényleg az volt. Na, hát azért lehet látni, hogy rendesen el van vadulva. Hát ezt is évente egyszer teszik rendbe. Tavaly nagy elánnal neki láttak, azt hittük, hogy valaki megvette. Aztán nem. Vagy legalábbis nem használják, mondjuk az eladó tábla, az lekerült róla.
De utána se jött ide senki. De honnan ázik ez a rész? Onnan nézd csak az ajtót. Honnan? Ez a padlás ázik, hát ott be van sárgulva az ablak fölött rendesen. És az nem függöny, ugye, ott rajta az ajtón. Hát ez olyan műanyag ajtó. Igen? Na de a rajta lévő az nem minta. De, az az ajtó mintája. Ezért érthetetlen, jó. Mert itt nem kap vizet. Pont úgy nem kap, mint ahogy mellette. Hát onnan föntről, salétrom. Úgyhogy érthetetlen. Na jó. Miért. Akkor ezt most ne értsük meg. Nem ilyen volt. Akkor ezt most ne értsük meg. Pedig jó kis kéró az is. Jó kis nyaraló padlástérrel. Igen. Ja, oda szoktak, a másikba szoktak jönni fiatalok. Ott akkor olyankor olyan buli szokott lenni, hogy zeng a környék. Sőt, oda szokott jönni egy fuvalista valaki társasággal, és egyszer arra lettem figyelmes, várjál, így jövök. Hogy valaki fúj egy darabot, amit én is szoktam. Aha. És talán pont akkoriban gyakoroltam. És hallom kintről, na mi a túró? Én nem fújom. Más nincs itt. Miért nem válaszoltál fuvolával? Hangosabban. És aztán kifüleltem, és itt fújta valaki. Mögötte levő házban egy harsonás jár ki. Aha. Annak. De őket nem jelenti fel senki. Hagyjuk már ezt a föl, ez mindig nálunk napi rendben van. Na, ők? Hát nem tudok semmit ezekről. A ház? Ez egy fasz a kis faház, egy ilyen szabványfaház, amit így letesznek. Ilyen betonlábokra. Rengeteg ilyen van itt az üzlőben, szerintem. Az a 70-es években. Szerintem amikor elindultak, sok. Akkor ez egy hatalmas nagy húzás volt. Hogy, jó. Ugye ezek kukoricatáblák voltak itt valamikor. Ja. És ugye a Bánki tó miatt, amit betelepítettek hallal, elhatározták, hogy bevonzák a budapestieket. És kaptak üdülő területeket. Felparcellázták. Így van. Közművesítették nagyjából, mert csak azért nagyjából, mert szennyvízelvezetés nincs. Gáz viszont van. Gáz az végigmegy az utcában, és lehetett ott van a gázóra. Igényelni. Mesélte az egyik szomszéd, valami 10 000 forintért, hogy az udvarba bevigyék, és akkor onnan be lehetett köttetni. Hát persze a miénk be nem köttették be, még az udvarba se, sajnos, úgyhogy nekünk nincs gázfűtésünk. De jó, de ez kellemes, ez nagyon aranyos. Nagyon aranyos. Bírom, mikor valami ilyen rendben van, van kiülő, le van betonozva, akkor víz, gyűjtő, hordó. Megközelítsd már folyamatosan a képen. Nem közelítelek, csak hát... Úgy idegesít. Nem jó, hát akkor milyen távolságot tartsak tőled, mondjad. Hova hátráljak? Miért hátrálsz? Azért, mert nem kell olyan közel. Jó, elmegyek arrébb, aztán kész. Zavar. Jól van, zavarka. Zavarka. Itt ez használatban van, és 3 vagy 4 éve, nagyon nekiálltak, leszigetelték. Ez faház egyébként. Ezt a szigetelés... Ne közelítsél utána! Hülye. Szigetelés alatt fa van. Ugyanolyan, vagy hát nem ugyanolyan hasonló faház, mint az. Ők mentették meg a fiunk életét. Hát az új kis ujját, mondjuk azért. De azért mondom, hogy eltúloztam kicsit, de igen. Amikor levágta macsétával a kis új begyét. Ja, alig egy bőrdarakot. De milyen jó húzás volt, érted, hogy elindultunk időben haza? Hát, én megéreztem, hogy valami történik. Volt. Olyan növény nagyon szeretnék, ott az a rózsaszín. De sosem látok kertészetben. Mi ez? Sem. Ott látod? Ezt látom. Nem tudom, mi a neve. Na, azért hátha. De az nagyon szép, az nagyon tetszik. Nem? Tulipánfa? Tulipánfa is van, igen. Tudod, mi a baj vele? Ez egy hétig se tart a virág rajta. Ez ugye nem virágzik nagyon, vagy nem volt rajta túl sok virág, mert itt azért nagyon sok napfény nem éri ezeket a növényeket. Túl sok a magas fa. De például anyujéknál van ennél nagyobb jóval a tulipánfa. Virágzik pár napig, utána ledobja a szirmait, és nem győzik összetakarítani. Hatalmas szirom szőnyeg van alatta, úgyhogy nem annyira jó. Valamit csinált a telefonom. Hát nem tudom. Semmit. Nem csinált. Le is fagyott. Másik ház? Másik. Választok másik házat. Teljesen a zsebemben átállítottam a háttérképet. Tökéletes. Anélkül, hogy én ezt akartam volna. Hát ez tudatalatti háttérkép átállítás. És mi lett a háttérkép? Múltkor Miskolcon voltam. Ja? Nem, az Avasi kilátó. Miskolcon voltam, és gyönyörűen sütött a nap,
és nagyon szép volt a tér, teljesen teli színes virágokkal, és gondoltam, hogy lefotózom. Az egészből semmi nem látszik, csak egy nagy sötétség, meg a kilátó. Megmutatom szívesen, tessék, ott van. Jó. Ez egy szép tavaszi kép akar lenni. Oké, menjünk egy másik házhoz. Menjünk egy másik házhoz. Itt ezeket a közvetlen szomszédokat én szerintem kihagyhatunk, mert jó. Nem annyira bölcs dolog. Jó. Közelíthetek? Rám? Jó. Hát és a mi házunk. Jaj, tényleg, ez annyira unalmas már. Jaj, ez a házik, nem kell volna megmondani, hogy a miénk. Ha nem mondjuk el, nem ismernek rá. Nem, úgyse. Itt a vizény. Ház nem is látszik. Hát most nem. Hát tessék. Amikor beautóztunk az utcába először, onnan jöttünk abból az irányból, és láttuk, hogy milyen gyönyörű a környezet. Fú, el voltunk ájulva teljesen, és akkor ugye néztük a házszámokat, mindjárt itt vagyunk, Jászmin utca 14, meghirdetett ház. Megláttuk a házat. Ja. Az első azért szavam az volt, hogy na, fú, érted. A valóság nem az, ami az álom. Egyrészt, másrészt, ahogy megláttuk a tujákat, meg az egész környezetet, nekem megmondom, mi tetszett a legjobban, hogy itt az utcában, strandpapucsban, fürdőnadrágban, törölköző, vára vetve sétáltogattak az emberek, sült szalonna mindenhonnan, az udvarokból, meg bográcsozás, meg stb. És ennek az egésznek a hangulata megfogott. Te a diófának mióta van ilyen barkája? Hát mindig is volt, de nem ebbe az évbe kezdett ilyet csinálni a diófa. Én ilyet sosa láttam. Valószínűleg a hártnak a következménye. Ezt a barkát itt csak a nyírfán láttam. Lehet, hogy elkapta a nyírfától a diófa a barkát. Hát, vagy a kentrél, vagy ilyenek. Nem tudom, de én például szeretem a diófa levelét. Ettél már ilyet? Ilyen tejával. Tejával, hát a tejába isszuk. Egyébként borzasztó, hogy az Émászki nyeste ezt a két nyírfát. Igen. Ha jössz be kocsival az utca elejéről, na jó, de nem tudnak mit csinálni. Egyszerűen. Muszáj, hogy kivágják, hát vihar idején. Megcsonkították a fájunkat. Igen, de hát mindenhol ezt csinálják. Szerintem egyszer ezek el fognak dőlni erre be az útra. Egyébként senkinek sincs ilyen szép uaza, mint nekünk. Hát undorító egyébként itt a ház előtt. Hát de most mit csinálsz? Hova viszed? Rémálom. Vigyük át a szomszédháza elé? Hát legalább. A polcasztó. De a Honda a szép. Már be is, álljunk már hátrébb bele ma. Jó, de hát kéne bele benzin, meg hűtővíz. Hát van, nem? Azt mondtad, van benzin. Hát beleraktam a Hondába. Majd bemegyünk, hogy hozunk benzint, azt arrébb állunk. Egyébként is föl kéne már vinni a fűrészport, meg ilyeneket. Bezzeg a mi rózsánk. Igen, igen. Á, igen, meg kell mutatni. A rózsánk nem sokára virágozni fog, gyönyörű lesz. Már megindult arra fölfelé, nem tudom, mit fog magával kezdeni. Nem akarod, tényleg bemehetünk abba a házba, nem akarod bemutatni, hogy milyen szép. Kis kertedet. Adjuk már ezt a kis pica kertet, hagyhatod. Hát de attól jó, hogy kicsi. Nincs rajta mit mutogatni, nem. Na tessék, ott van a gáz, bevezették. Igen, most vezették be. Már oda én például nem szeretném. Tehát mi már ráálltunk a fafűtésre. Hát én rá tudnék állni a gázfűtésre. Tudom, de nem is neked kell fűteni. Mindegy. Nekem az én feladatom a fűtés. Nincs ez hozzá fűzni valóm. Szia! Ki az? Ja, Ria. Ria. Futók is jönnek. Szerintem leállíthatnánk majd a felvételt. Hát, hogy félreállunk addig ide. Na itt is van egy tulipánfa, ez milyen szép, nézd csak. Hol? Sokkal erőteljesebb színe van. Nem látom. Itt. Íj, tényleg. Én azt hittem orgona. Lila orgona is van, itt van. Az orgona. Ezt nem tudom ezt kié egyébként. Ritmán már voltam itt ebben a házban. Fiatalok szoktak kijönni. Kék járólapok vannak lerakva. Ez egyébként nagyon-nagyon aranyos az egész kiképzése. Ott van az Ani, az is nagyon-nagyon jó. A bazi nagy bejárati ajtó van, nézem milyen szél. Tudom, hova lehet tudom. Kinyitni? Tudom. Szerintem az kinyílik teljesen, lehet, hogy hát, kihajlik a falhoz. Igen. Képzelhető. Igen. Sziasztok! Hello. Sziasztok! Na. Itt szoktunk parkolni télen. Igen, télen mindig ide jövünk, mert itt van mert kő. Mert ez le van kövezve. Így van, máshol nem lehet állni. Na, egy házat azért még mutassunk meg. Ja, aztól. Ez is faház. Ez például nekem nagyon tetszett. Hát ezt be is kőporozták. Ez teljesen faház, lehet látni az ablakokból. Egyébként meg, ha megmutatod a szomszédét, igen, ugyanaz a faház. És csak tudod, amikor el akarják majd adni, akkor nem tudom, hogy, vagy nem, szigetelés, ez szigetelés. Szigetelés, kőporozás, és készen van a kőháznak látszó faház.
Hát nincs jó, ezzel baj. Jó, jó a bejárata és jó megvonoldva. Hát kíváncsi vagyok, hogy ez a parabola antenna mit fog. Mert nekünk is volt. Ja. És ugye kijött a szaki, és akkor megnézte, hogy nagyjából melyik az a hely, ahol a növényzet nem zavarja a vételt. Oda fölrakta, egy darabig tudtuk is fogni a digitévét, szerintem egy 4-5 évig, mire aztán megnőttek a fák, amikor igen, az útjába kerültek, és használhatatlanná vált, úgyhogy le kellett szedni. De hát ez is nagyon alacsony. Gyere, mutatok valamit most én, ami nekem, mert most építették. Jaj, az a kis... Az a kis. Vakház. Nem tudom, minek hívják, ez szintén ilyen... Vakablak, vakajtó. De jó, jó. Hát ez pazar. Ez nagyon szép. De viszont igen, a ház is nagyon tetszik. Ez bár, a legszebb a környék. Bár annak a terasznak ott abszolút semmi értelme, nincs dísz a muskátlikon kívül. Igen, díszterasz. Nagyon szép. És ezt is most szigetelték. Az nem... Kicsit megdizájnolták, kicsit feldobták, mert ez a tégla berakás, vagy téglaburkolás, ez nem volt rajta. Persze. És ezzel dobták fel, és építettek hátra egy olyan semmit. Nem semmi mondom, az. Mondom, vakházik. Mindjárt mondom, hogy mi a neve. Mindjárt mondom, mi a neve. Ezt kifejezetten a rózsáknak szokták, meg a virágoknak. De egyébként itt minden nagyon patent, tehát itt túl patent. És ahhoz képest, hogy nem is nagyon használják. Nézd már ezt a fatárolócskát. Tudom, láttam már. Hát nézd meg a milyenket. Abban legalább van 4 köbméter fa. Nem díszfa van benne. És csak, hogy a csatornára hálót tettek, és arra tették a futónövényt. És a hálóban meg tud kapaszkodni a futónövény. De jól megoldották, igen. Nagyon szép. Hát ahol van pénz, ott van ilyen. Ennyi. Na és akkor itt vannak az eladóházak, ugye? Már megint csak, ott kötöttünk ki. Hát ezek a 70-es évekbeli. Mert ugye ezek jóval később épül, az is jó. Tényleg ott még, mikor ide költöztünk, ott laktak. De most is voltak a napokban, be volt állva egy autó. Igen, ritkán használják tényleg. És eladó ez a fa. Igen, azt akartam mondani, hogy ezek innen már kihaltak. Tehát akik... Onnan is. Eredeti, például ott a cseresznyét mindig mi szedjük. Te milyen fal? Jó, persze, még le nem szedik előttünk. Ja, tudom, mert nigók jönnek, aztán gyorsan lefalatozzák. Na. Az ember nem akar bunkó lenni, nem esünk neki rögtön az megvárjuk, amíg... első friss. Nézd már oda, csak oda fordítottam, az már fut mire, el. Mire már kijönnénk, hogy szedjünk róla, addigra üres a fa. Á, ja. Leszedi valaki. Jaj, de jó. Box. Ja, de hát érted, ez nyaraló. Tehát itt postát nem hoznak. Szép. Az, az. De ez már ilyen... Ilyet kapszból, ha piacon, régiségpiacon lehet venni. Simán. Na, itt laktak. Majd életvitelszerűen. Ők voltak a szomszédaink, de nem tudtunk róluk semmit. Egyszer Benjamin felvett ilyen egy kavicsot. Igen. Az ajtó kivágódott, a nő kijött. Dobd vissza azt a kavicsot! Szegény gyerek így rögtön kiejtette a kezéből. És milyen jó utca nevünk van. Jasmine Street. Igen, igen. Los Jasmines. Igen. Ugye Argentinában keresztül mentem egy Jasmine utcán. Le is fotóztam rá. Na ez meg például ebbe a pillanatba épült. Hát éppen nem ebbe a pillanatba. Jó, tudjuk miről beszélünk, tehát a legújabb ház itt. És nagyon fazon. Igen. Nagyon rendben. Mondjuk azt az alsó részt azt rohadtul nem értem, hogy mi motiválta őket, hogy őt nyitva hagyják. De te érted? Megfejtettem, de most meg nem tudnám mondani. Hát ugye onnan lehet beállni autóval. Igen. Másik oldalról. Nem lehet megfejteni, mit akartak, miért hagyták nyitva. De van. Orgonabokor, aranyvesző, tavaszi növények, levendulák. Igen. Mikor épült ez? Egy-két éven belül, ugye? Olyan két éves körülbelül, igen. Vadszőlő, fölfuttatva, fut is, nem úgy, mint a miénk. Na gyere. Ami már vagy 6 éve kínlódik, de képtelen bármit is okozni. Most ezzel szemben ott van a másik ház, ugye ott már idősek laknak. De csak meg akarom mutatni, hogy mit jelent az, hogy valakiben még van energia. Nem jössz? De. Tehát, hogy valakiben még van energia, meg mondjuk esetleg pénze, és látod, milyen patentre megcsinálják? Utána ezzel szemben... Ja, ezt nem tudom, ez... Ez járdak kérdezik. Azt én értem, hogy igen, hogy járdás. Nagyon jól lehet rajtam járdálni. Igen. Na jó, akkor innen elmegyünk. Jó, csak itt... Ezzel van a gond, hogy ezt nagyon macerás itt levágni. Hát itt rengeteg cicka fark volt, nekik volt a legtöbb cicka, innen vittem mindig. Na és akkor átmegyünk a szomszédhoz, itt már ugye...
Ja, jó, akkor megmutatjuk. Nem tudom, hogy minek van nyitva. Jó, hát innentől lehet érni, hogy ide beáll az autóval, és az... Nincs probléma, hogy nyitva van annyira. De onnan nem akar kilátni, gondolom. Na, és ezt már viszont nem értem, látod? Ah, itt az igazi szociál bútor berendezés. Ott fönt. Jó kis sarokülőnek egy része. Igen, de ezen már azért lehet látni rendesen, hogy már nem igazán aktívak. Jó, de ez is jó. Csak itt is itt van ez a bazi nagy terasz. De legalább ez be van fedve. Igen, de hát nincsen egy falai. Egyébként mindegyik házzal lenne valami bajunk. De nézd már meg milyen jó, itt az ablakban ilyen fakanalak vannak belerakva egy köcsöt. Nagy fakadó. Hol van mi? Jó, látom! Kire. Nagyon Ari. Igen. Ari. Igen. Ja. Tök jó. Mondjuk lehet látni, hogy használják az házat, mert azért metszegedik itt a bokrokat. Igen. Tényleg mit fognak szólni hozzá, itt körbe jártuk meg? Hát, nem tudom. Nehogy már, ezzel nem sértünk semmiféle személyiségukat. Minden... Én azért a zöld út. Ja, hát van. Igen, ez pótol. Nem, minek szoktuk hívni? Pótolhatatlan az a látvány. Hát... Másik irány? Hát igen, itt járt. Benjóka itt ment Oviba. Szomszéd domboldal. Már azt is azért kezdik el a dolgot. Ez meg mi? Ez kutyának tűnik. Szia kutyus! Egyedül vagy? Nem egyedül vagy szerintem. Aha. Jó. Ja, tudom, hogy ki jön. Jól van, kutyus. Oké. Okay.